Új 9 személyes falubusz szolgálja ezentúl az erkiek életét, az idősek segítését, egészségügyi intézménybe eljutását. Ezzel párhuzamosan megalakítjuk a falugondoki szolgálatot is, és a falugondi szolgálaton belül tulajdonképpen már eddig is próbáltunk segíteni a lakosságon, de most intézményesítve segítünk majd. Gondolok itt arra, hogyha kórházba kell menni, vizsgálatra kell menni, gyerekeket kell esetleg valahová vinni, és bármilyen olyan szociális problémát próbálunk megoldani, amit nem tud a lakosság megoldani. Szépen gyarapszik Erk település, ahol Szabó Zsolt országgyűlési képviselő a polgármesterrel együtt felkereste az elmúlt időkben megújult intézményeket. Polgármester úr és a képviselőtestülete is nagyon jó kapcsolatom van. Itt mindenki pozitív építő és előre szeretne jutni, előre szeretne menni. Az utóbbi időszakban, ami nagyon szép és felépült, az tulajdonképpen a tornaterem, az iskolának az alsó tagozata, a régi parókia megújult, egy múzeum került benne berendezésre még korábban. A régi iskola épületében, ahol a felsősök vannak, ott is kívülről teljesen rendben van az épület, még belülről egy kis felújításra vár. Az óvoda az gyönyörű, úgy, ahogy van, nagyon jól működik, polgármesteri hivatal, de akár a Máltának helyet adó székház is gyönyörű. 2017-ben új iskola épült a településen, ami tornatermet is kialakítottak. Bendó Ferenc intézményvezetővel a képviselő átbeszélte egy szertár kialakításának a kérdését. A régi általános iskolában belső felújításról esett szó, illetve az ajtók cseréjéről. Az óvodát éppen felújítják kívülről. Az óvoda vezető a célokat ismertetve jelezte a képviselőnek, hogy halakkal nagy akváriumot és madarakat is szeretnének az iskolához, a zöld óvoda szellemiségében. Az óvoda játszóudvarát is új játékokkal bővítik. Magas a gyermek létszám Erken, indokoltá vált egy bölcsőde kialakítása, aminek a helyét megtekintették az orvosi rendelővel szembeni területen. A pályázatot már beadta rá az önkormányzat. Új az orvosi rendelő épülete is, ahol a körzeti orvos használni tudja a szolgálati lakást is. A környék talán legszebb orvosi rendelője az itt Erken található. Egy gyönyörű, szép védőnői és orvosnak otthont adó komplexum van. Ami hiányzik még egy bölcsőre, ennek a tervrajza, a terveit és a előzetes engedélykérése az már benyújtásra került. Azon vagyunk, hogy egy KASZ bölcsőrével is tudjuk bővíteni magát a falut. És büszkék vagyunk a templomra is, amit belülről gyönyörűen föl lett újítva, és a tetőszerkezet is teljesen rendben van. Ez még Meleghegyi Béla bácsi kezemunkáját is dicséri, mint ahogy maga a falu is. Az utakat illetően minden belterületi út föl lett újítva. Ami most dolgozunk, az a megyehatártól Erk széléig visznek Tarnaős érintésével a teljes útrendszer felújítása. 4 forrásból egy szakasz már elkészült, a másik 2 szakasz most márciusban, a 4. szakasz az pedig a nyári időszakban fog elkészülni, és hát utána szeretnénk ezt az útépítést tovább folytatni. Szabó Zsolt a településen gyerekházat működtető máltai szeretett szolgálat munkatársait is felkereste, hogy az adományszervezés kérdését és a települést érintő fejlesztéseket átbeszéljék. Sok nevelőszülő van a településen, ennek kapcsán elhangzott, hogy a nevelőszülői hálózatot is fejleszteni szeretnék. Egy szóval Erk egy rendezett település, nagyon sokan járnak el dolgozni az elszárokszárás üzemekre, Jászberénybe, ide-oda, amoda, a környező üzemekbe. Én bízom benne, hogy ez a stabilitás és ez a nyugalom sokáig megmarad. Április 3-án követően pedig nagyon szeretnék továbbra is együtt dolgozni az erkiekkel, és ehhez kérem a támogatásukat. A templomot korábban már korszerűsítették, a temetőben pedig megújult a kerítés.